Villanyba vertek a bulizni vágyókat a hétvégén. A Rosé Fesztivál népszerű a fiatalok körében. A barátainkkal szoktunk erre a rendezvényre járni, mert a környéken lakunk, és a hangulat miatt járunk ide. A Lipóról jöttünk. Hát igen, ez már a sokadik itt a fesztiválunk. Nagyon élvezzük, nagyon jó fellépők is vannak. Ugye ma lesz a BSV, azt is nagyon szeretjük, úgyhogy tényleg szeretünk ide járni. Nekem ez az első Rosé Fesztiválom. Még voltam kétszer plázson, és most ez így szimpatikusnak tűnt az egész. A fesztivál ötlete már több mint egy évtizede született. Azonban nem minden évben tudták megtartani, mondja a főszervező. 14 éve kerül megrendezése a Villanyi Rosé Fesztivál. Ez Rosé Maraton néven indult. Annak idején az első kettő az a Pince soron került megrendezése, amikor elkészült a rendezvénytér, onnantól pedig leköltözött. És mindazok ellenére, hogy ez 14 éve van, de 13. rendezvény, hiszen a Covid időszakban ebből a rendezvényből is kimaradt egy évad. Idei évben először van Villanyban olyan előadó a színpadon, ami a nemzetközi porondról szól, hiszen ma este a Gypsy King fog föllépni a fesztiválnak a színpadján. A Villanyi rendezvénytéren több ezeren buliztak a két nap alatt. A Gypsy Kings mellett hazai előadók gondoskodtak a jó hangulatról. Pénteki nap folyamán közel 4000 fő volt itt a rendezvénytéren. Ma este is 4-5 ezer főt várunk ide a rendezvénytérre. Mondta még a szombati záró este előtt Bédi Gábor. A koncertek mellett hatalmas élménye a szokásos bulifutás. Ezen 3 kilométeres távot kell teljesíteni. Az útvonal végigvezet a városon, érintve a történelmi Pince sort. A verseny egyetlen kötelező eleme a rózsaszín öltözet és a minél vidámabb kiegészítők.